Szeretettel köszöntöm az EVTN Katolikus Televízió kedves nézőit. December 6-a hétfő van, és az evangéliumot Szent Lukács evangélima 5. fejezetéből veszük a 17. verstől a 26-ig. Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdia, Különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt. Ember, bocsánatot nyertek bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban, ki ez, hogy így mer káromkodni, ki bocsáthatja meg a bűnöket, nem de egyedül Isten. Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt. Miért gondoltok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyertek bűneid, vagy ha azt, kejföl föl és járj. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordult. Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza. Erről a szemük láttára tüstént fölkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre minnyájukat ámulat fogta el. Magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták, csoda dolgokat láttunk ma. Ezek az evangélium igényé. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a Nemzetközi Alkorisztikus Kongresszus után missziós feladatunk van, és ez nagyon fontos, hogy tudatosodjék bennünk. És a missziós tudathoz éppen nagyon jó az adventi reflexió, hogy az a kicsike Jézuska, aki elvarázsol néhány napunkat, és még a hitetlennek is azt mondják, hogy a szeretet napjait ünnepeljük. Mi keresztények tudjuk, hogy ez egy valóságosan megszületett Jézus, nem egy ábrán vagy egy gyerekmese. Valóságosan a végtelen Isten testesült meg ebben a kicsi Jézuskában, az ő drága édesanyja, a boldogságos szűzanya, aki férfi közreműködése nélkül foganta ezt a pici magzatot, és hordozta méhében kilenc hónapig egy fantasztikus lelki eseményt élt át kilenc hónapon keresztül, ahogy minden nap beszélgetett az ő pici magzatával, mint más édesanyja is és mivel a Szent Lélekben élte meg a kilenc hónapját, ez nem pusztán gondolkodás volt, vagy ábránt, hanem egy legcsodálatosabb imádság, egy személyes kapcsolata mennyei atyával, akinek a fiát testében ő hordozhatta, és mire megszüle ezt a pici gyermeket méltatlan ö, körülmények között, ö, nyilvánvalóvá válik, hogy ez a szeretet mennyire teherbíró, a megpróbáltatások között mennyire ö, életben marad ez a jóság, szeretet, ö, imádságos lelkület, ami magával ragadja Szent Józsefet és a ö, látogató pásztorokat. És amikor ezt a Szent Evangéliumot ma az Úr Jézus hatalmáról olvassuk, hogy hatalma van bűnöket bocsátani és gyógyítani, akkor tudatosítjuk, hogy ez az adventi fölkészülés nem egy mesevilág, hanem megnézhetjük azt, hogy az életünkben mikkel kell szembenéznünk ahhoz, hogy a kicsi Jézussal való találkozásunk életszerű legyen és a kis Jézus növekedése, ami lelki növekedésünket is ö, hordozza, nem csak a karácsony három napjában, hanem egész ö, évünkben és az egész életünkben is. Mit is jelent ez a ö, megbocsátás és ö, meggyógyítás? egy covidos ismerősöm mesélte, hogy nagyon kétségbes élmény volt számára az, amikor nehezen szedte a levegőt, és nagyon eljutott a hite és az élete határához, és amikor mégis kezdett jobban lenni, akkor egészen másként látta az életet, Isten ajándékaként és földgyógyulva már e, látta, hogy nem játék a, a hátralévő élete, hogy e, sokkal tudatosabban kell a keresztény életét élnie. De mindannyiunk számára is, akár betegek voltunk, akár e, nem, az a csodálatos missziós tudat ö, ö, van bennünk, ami a boldogságos szüzanya Jézussal való közös ö, élete titkában kezd bontakozni. És az eukarisztia vételében tanuljuk meg mi magunk is hordozni az Úr Jézust, ha nem a méhünkben és a fizikai testünkben, a biológiai testünkben, hanem abban a tudatunkban, hogy Jézussal és Máriával a hitben egy közösséget alkotunk és ezért meg kell találni az életünkben a Szentléleknek azokat az érintéseit, belső sugallatait, amik oda vezetnek, hogy szolgáljuk a többiek üdvösségét. Nemrégiben bejött egy nem keresztény, magát nem kereszténynek mondó fiatal, a székbe és odajött, nem is tudta, hogy ott le kell térdelnie, bár ott volt a térdeplő, úgy behajolt, és mondta, hogy én nem vagyok katolikus, de úgy éreztem, hogy ide most be kell, be kell jönnöm. És elkezdett beszélgetni velem, természetesen nem mondtam neki, hogy ott van az ajtó, ahol ki tud menni, mi az, hogy semmi imádságot nem tud, nem estem ebbe a tévedésembe, hanem megbeszéltünk egy megfelelő közös időpontot, amire nem a gyóntató székben, hanem egy beszélgető szobában fogjuk tovább folytatni. És megkérdeztem azt, hogy milyen szent lelkes érintései vannak, és elkezdett beszélni. És amikor láttam rajta, hogy betegeket akar szolgálni, és az embereken segíteni akar, akkor azt mondta, hogy igen, tényleg itt volt a szentlélek. Ez egy misszió. Vagy egy másik fiatal ember, aki szó, nagy szorongást érzett a lakásában, és már ez a kiborulás széréhez vezette, hitetlenként és kereszteletlenként megkérdezte, hogy mit kéne tennem. És mondtam neki, hogy ismer -e a rózsafűzért, nem, hát akkor kezdje el. El, elmondtam, hogy mi. És akkor két hét múlva újra fölhívott, hogy romlik az állapota. Imádkozta a rúzsafűzét? Hát nem imádkoztam, mert hát én nem vagyok megkeresztelve, az rám nem vonatkozik. Ha nem kezdi el az imádságot, akárhogyan is, hogyha a részleteit nem is érti, de hogyha nem kezd el imádkozni, nem fog tudni a, a helyzetén változtatni. Érdekében áll, hogy szóváljon a jó Istennel. Jó és Elkezdett imádkozni, azóta már jár és készül a kerességre. De valóban úgy imádkozik, hogy érdeke, mert különben egy olyan különös helyzetben van, ahol meglátta a gonosz léleknek a patáját. Az életében a korábbi életviteléből kifolyólag vannak olyan gonosz lelki támadások, amit csak az imádság és csak a keresztség fog megoldani. És a missziós, szentlelkes hivatásunkban igenis föl kell fedeznünk ezeknek a legkülönfélébb sorsú embereknek a, a tapasztalatait, amiben ők maguk fognak jelentkezni arra, hogy tessék segíteni, mert megoldhatatlan az életem magamtól. Az Adventben Isten közeledésére készülünk. A megtéréssel, a bűnbánattal, a keresztséggel, vagy a szentségekhez járulással, szentgyónással, szentáldozással az Úr Jézus élet. És a kereszténységünk, a karácsonk élet az életben. Dicsértessék Jézus Krisztus!